Köszöntöm nézőinket, Önök a Szeged Televízió Fókuszban című műsorát látják. Mai adásunkban először a közelgő európai parlamenti választások kapcsán láthatnak egy interjút Jávor Benedekkel, majd a héten kezdődő 25. Szegedi Borfesztivál apropóján a borkultúráról, illetve a bor és a kultúra kapcsolatáról beszélgetünk vendégeinkkel. Végül az agrárhitelezésről lesz szó műsorunkban. A Fidesz választóinak többsége is elutasítja a Paks 2 megépítését, mondta pénteken Szegeden Jávor Benedek. A Párbeszéd európai parlamenti képviselője újraindul, az MSZP és a Párbeszéd közös listáján a negyedik. Szabó Sándor szocialista országgyűlési képviselővel szavazásra buzdították a szegedi polgárokat. Jávor Benedek szerint a mostani választások tétjét a magyar választópolgárok sokkal jobban átérzik, mint a korábbiakét. Ezért a szokásosnál nagyobb részvételre számít. Az emberek egyrészt látják azt, és nyilván én főleg ellenzéki érzelmű választókkal találkozom, egyrészt látják azt, hogy itt a tét részben Európa jövője. Tehát milyen irányultságú politikai erők kapnak felhatalmazást, olyanok, mint a Fidesz, de más tagállamokra is gondolni kell, amelyek Európa szétverésén, meggyengítésén dolgoznak, vagy olyan politikai erők, amelyek Európa megerősítését és az Európai Unió tovább vitelét tekintik célnak, de az is látszik, hogy az emberek fejben tartják azt is, hogy ősszel önkormányzati választás lesz. És az önkormányzati választásra az ellenzék akkor tud jó eséllyel ráfordulni, ha ezen a mostani EP választáson egy vállalható jó eredményt ér el. A magyar társadalom nagy többsége erősen Európa és Unió párti. Ugyanakkor a Fidesznek a támogatottsága 50% fölött van jelenleg. Miközben erősen Brüsszel és Unió kritikus álláspontot foglal el. Hogy lehet feloldani ezt az ellentmondást? Ez egy nagyon különös jelenség a magyar társadalomban, hogy nagyon sokan utálják azokat a jelenségeket, amik a Fidesz kormányzás elválaszthatatlan jellemzői, az oktatás és egészségügy teljes szétesését, a mindent átszövő korrupciót, és nem értenek egyet a kormánnyal az Unió elleni gyűlöletkampányban sem. És ennek ellenére leadják a voksukat egy olyan pártra, ami mindennek az ellenkezőjét képviseli. Valószínűleg emögött az is ott húzódik, hogy a Fidesz a mindent elsöprő 80% közeli média túlsúlyával, hihetetlen hatékonysággal súlykolja a migráció ellenes kampányt, a migráció ellenes hisztériakeltést, és nagyon sokan úgy gondolják, hogy meg lehet, sok rosszat csinál a Fidesz, amit ők is kritikusan néznek, nem értenek egyet az Európa ellenes kampányokkal vagy nyilatkozatokkal, de miután jobbára csak a kormányzati médiához férnek hozzá, ezért a migráció ellenes kampány üzenetei azok ülnek náluk. Szerintem most e tekintetben is egy fordulóponton vagyunk. A Fideszes Európa ellenes és Orbán Viktor személyesen Európa ellenes megnyilatkozásai átlépték az eddigi határokat, tehát eddig alapvetően Európa kritikus, és főleg a migráció ügyében Brüsszelt vagy az európai intézményeket hibáztató politikát vittek. Az elmúlt napokban gyakorlatilag egy teljes fronton, teljes mellszélessége hirdetett Európa ellenes kommunikáció kezdődött meg. A politikus szerint a Fidesz számára nincs már visszaút az Európai Néppártba, ki fognak lépni, vagy kizárják onnan őket. Ez azonban a fideszes választók egy részének sem tetszik. A Fidesz és a magyar miniszterelnök számára azt jelenti, hogy végleg beiratkoztak a Bolsligába, tehát ezeket a szélső jobboldali populista erőket Európában senki nem veszi komolyan, és senki nem tekint őket partnernek. Egyszerűen nem ülnek ott a tárgyalóasztalnál érdemben, senki nem számít rájuk együttműködő partnerként, kívül vannak a lényegi európai döntéshozatalon. Az iránt kevesebb, hogy mondjam, negatív érzés vagy sajnálat van bennem, hogy a Fidesz az európai politika teljes perifériájára szorul.
A Fidesz perifériára szorulása azonban nem csak a kormánypárt, de az egész ország számára problémát okoz. A magyar érdekek, Magyarország érdekeinek a képviseletét sem tudják ellátni ebből a politikai pozícióból. Amikor a következő 7 éves 2020 utáni európai költségvetés tárgyalásai során ott fognak ülni a tárgyalóasztal körül, hogy megpróbáljanak Magyarország számára egy lehetőségek szerint előnyös pozíciót kialakítani, akkor egyszerűen nem fogják őket partnernek tekinteni, és elvesztették azt a képességet, azt a lehetőséget, hogy Magyarország, a magyar emberek, a magyar vállalkozások és a magyar települések érdekeit hatékonyan képviselni tudják az Unióban. Ez pedig elárulása a magyar érdekeknek és elárulása az országnak. Jávor szerint jó részt az ellenzéki képviselők munkája nyomán Brüsszelben a politikusok és az intézményben dolgozók különbséget tudnak tenni, hogy Magyarország nem azonos a Fidesszel. Természetesen, hogyha Magyarország hosszú távon ezt a politikai rezsimet tartja hatalomban, akkor előbb-utóbb az a rossz megítélés, ami a kormány felé irányul, az kivetülhet az egész országra, és ebből a szempontból, ahogy mondja, rendkívül fontos, hogy minél több olyan képviselő legyen kint az uniós intézményekben, az Európai Parlamentben, akik képesek megmutatni Magyarország másik arcát. Azt, hogy van egy demokratikus, az európai értékeket valló, Európa megerősítésén dolgozó, és a közös európai döntéshozatalba aktívan bekapcsolódni képes Magyarország is, és hogy ez a Magyarország erős, tudja hallatni a hangját. Jávor szakterülete a környezetvédelem. Jelentős sikereket ért el többek között abban, hogy Paks 2 a közvélemény érdeklődési körébe került. A bor és a kultúra Szegeden mindenképpen összetartozó fogalmak, és nem csak a következő 2 hétben lesz ez így. A szegednapi ünnepség sorozat részeként hamarosan megnyitja kapuit a 25. Szegedi Borfesztivál. A tavalyi is nagy siker volt. Idén is nagy várakozás előzi meg az eseményt, sokan a szabadságukat vagy a hazautazásukat is ehhez a programsorozathoz igazítják. A város és a bor kapcsolata régi keletű. Szeged már a középkorban is fontos szerepet töltött be a borkereskedelemben, a szerénységi borok itteni közvetítéssel jutottak el távoli fogyasztókhoz. Noha jelentős szőlőterületek nincsenek a környékünkön, Szeged ma is sok szálon kapcsolódik a borhoz, hirdeti, erősíti a kulturált borfogyasztást, és számtalan módon összekapcsolja a bort kulturális és turisztikai programokkal. A Fókuszban műsorában ma este a bor és a kultúra kapcsolata. Köszöntöm a stúdióban Major Mártát, a Borháló Szeged tulajdonosát. Jó estét kívánok, és Kis Attillát, a szegedi borkurzusok szervezőjét. Jó estét. A 25. Szegedi Borfesztivál kezdődik a héten. A Bor és Kultúra Egyetemi Borkurzus és annak előzményei hányadik év folyamánál tart már? Hát ez két külön úton indult el. Az egyetemi hallgatók számára körülbelül 10 éve szervezünk kurzusokat, bor és kultúra, bor és geológia címmel. Az oktatóknak, külső intézmények oktatóinak pedig már 20 éve. Tehát ez egy régi történet. Tőlünk már csak a borfesztivál idősebb, most ugye 25. évét éli. Ez alatt a 40 kurzus alatt hány fő vett részt ezeken az eseményeken? Hát sok. Nagyon nagy az érdeklődés, nagyon sok borász volt itt, most már azt látom, hogy szívesen jönnek vissza, borászatok jelentkeznek, könnyítve a szervezésemet, a munkámat ebben a tekintetben. A hallgatók is óriási érdeklődéssel fordulnak a kurzus fele, hát olyan 100-150 főkkel ott vagyunk minden héten. Az igen. Mennyit változott a szegediek borhoz való viszonya, akár a kurzusoknak köszönhetően? Hát én ezt nem tudom megítélni, se álszerény, se, hogy mondjam, nagyképű sem szeretnék lenni, hogy állítsak bármit a borkurzusok hatásait tekintve, de az biztos, hogy az elmúlt 20 évünk és az az ember
tömeg, vagy azok az emberek, akik érdeklődve beültek a kurzusainkra, azoknak nagy részét azért sikerült a borkultúra és a kultúrát borfogyasztás irányába elvinnünk. Én azt gondolom, hogy ennek van hatása. Márta számára mióta jelent munkát, illetve kedvtelést a bor? Hát munkát hozzávetőlegesen 4-5 éve jelent számomra a bor. Előtte kedvtelés volt, ami Attilánál indult, legalábbis tudatos formában, amikor borkurzus hallgatóként ott ültem én is a padokba, úgyhogy az inspiráció megvolt. Hát ez körülbelül egy 10 éve jártam én, vagy kezdtem Attilához borkurzusra járni. Előtte is volt kötődés családi, illetve baráti vonalon születek, akár a kunsági borvidék, akár Szekszárd környékén, de azért a tudatosság az 10 éve, illetve munkaként 5 éve. Ezek a kurzusok mit adtak? Hát elsősorban azt adták, amit Attila is említett már, hogy bor és kultúra, azért a bor az nem csak a szőlőről és magáról az ivászatról szól, hanem nagyon sokban hozzátevődik a kultúra, illetve a tudatosság, az ismeret, a földrajz is, hogyha úgy tekintjük, hiszen borvidékekről beszélünk, pincészetekről, szőlőterületekről beszélünk, és nagyon nem mindegy, hogy Villányban, Kunságban vannak ezek a pincészetek, illetve szőlőterületek, és a borász mit szeretne egy adott ételből kihozni. Tehát a kíváncsiságot és az ismeretet elsősorban. Gondolom nem véletlen volt olyan címe is a kurzusnak, hogy bor és geológia. Így van. Mostanában ugye a terroir kifejezés az egy olyan fogalom a bor iránt komolyabban érdeklődők számára, ami meghatározza mondjuk az élményvilágokat, vagy legalábbis irányokat tud mutatni. De hát azt kevesen tudják, hogy a terroir fogalmában nem csak az tartozik bele, hogy milyen a mikroklíma, milyen az alapkőzet, hanem beletartozik a hagyomány, amit az ember ápol, és folyamatosan a saját borkészítési filozófiáját beleadva a borkészítésbe jelen van egy borvidéken. Tehát a terroir fogalma az egy nagyon tág fogalom, és hát számomra egyébként ugye általában a terroir kifejezést azt a hegyvidéki borvidékekre alkalmazzák, vagy használják, de hát ilyen értelemben nekem Kunságnak és Csongrádnak is van egyfajta terroirja. Nem vulkáni nyilván, hanem homok meglősz, de hát egy terroirra rendelkezik, és itt is van egy szőlőtermesztési kultúra, Csongrádon és Kunságon is, a hajósbajai borvidéken is, és nem véletlen emlegetem ezeket a síkvidéki borvidékeinket, mert azért az elmúlt évben ebben is egy hatalmas fejlődés volt. Kíváncsivá teszi a borfogyasztókat mostanában egy borkóstoló, hogyha azt erről a három borvidékről tartja egy-egy borász, tehát a Csongrádiról, a Kunságiról vagy a Hajósbajai borvidékről? Jönnek rá? Ugyanúgy jönnek rá, mint a Villányira, vagy az Egrire, vagy a Szekszárdira? Én azt gondolom, hogy nekünk meghirdetett rendezvényeink vannak, és ott el tudják dönteni, hogy érdekli-e az adott közönséget, vagy sem, és azt tapasztaljuk, hogy igen, érdekli őket. Nyilván megfelelő szakmai hátteret kell ehhez biztosítsunk. De én, ahogy Attiláéktól hallom, hogyha Attiláékhoz látogat el egy kunsági vagy csongrádi borász, akkor ott is kellő kíváncsisággal figyelnek, fordulnak a hallgatók. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a tudatosság megjelent, igen. A borfogyasztóknak az érdeklődése milyen területek vagy milyen borok felé fordul mostanában? Le lehet ezt mérni? Akár a kurzusok látogatottságán, az érdeklődésen, akár egy-egy borkóstoló szervezése során a borkóstoló résztvevői révén? Csak egy pillanatra fogok visszakanyarodni a Márti által mondottakhoz, de kapcsolódik a feltett kérdéshez, hogy néhány éve rájöttünk az egyetemi hallgatók kurzusán, hogy nekünk már nem kell arról beszélni, hogy a Kunságon az arany háromszög az mi volt. Hogy volt egy ilyen borhamisításos időszak, mert az a generáció ül a padsorokban, aki már erről nem is hallott. Tehát az új éverzett generáció van is. Nagyon jó, hogy ezek a borvidékeknek a kiváló borászai nagyon sok munkával és nagyon sok handicappel egyébként, de nagyon sokat leküzdöttek ebből a problémából. Hát most már arról beszélünk, hogy tudjuk már, hogy Friedman, tudjuk, hogy Font, tudjuk, hogy Szentpéteri, tudjuk, hogy Koch, és akkor így még van. Lehetne sorolni az alföldi borvidékek borászai. Így van, és a kérdéshez kapcsolódva bordivatok, hát pont ezek azok a borvidékek, ahol a könnyebben fogyasztható, friss, gyümölcsös borokat készítik el. Tehát most egy badacsonyi, balatonfélvidéki vagy villányi, szekszárdi vörösbor, az nyilván ismerjük a karakterét, de az, hogy a kunsági borvidékről, csongrádi borvidékről, hajósbajai borvidékről
olyan helyi szőlőfajtákból kerülnek ki nagyon friss, reduktív finomborok, amik mondjuk eddig nem, vagy nem voltak a közönség elértében, az egy óriási fejlődés ebben a szempontból. Az, hogy a fiatalok kedvelik az írsai olivért, az kedvez mondjuk ezeknek a borvidékeknek is, azt gondolom, mert ha nem is pont írsai olivért, de olyan típusú könnyű fehér borokat előállítanak ezeken a területeken. Az az apropója a beszélgetésünknek, hogy mindjárt kezdődik a 25. Szegedi Borfesztivál, ahol 160 borász kínálja majd a nedűit. A borfesztivál tisztán egy kereskedelmi esemény, egy népünnepély, vagy a borfesztiválok is hozzátesznek mindig a szegedi borkultúrához? Hát erre nehéz egyértelmű választ adni. Én azt gondolom azt, hogy ez mind a vásárlókon, a fogyasztókon múlik, és ugye persze rajtunk is, hogy milyen egyéb programokat kínálunk a borfesztivál idejére. Mi a Borhálóban azért az élmény alapú borfogyasztást szeretjük, és minden rendezvényünkkel szeretnénk élményt nyújtani a fogyasztóknak a tudatosság mellett. Mi próbálunk a borfogyasztáson túl egyéb programokat is mellé tenni a borfesztiválnak. És összekapcsolják a bort és a kultúrát. A kultúrát, így van. Hogyan? Felolvasó esteket tartanak például? Így van, felolvasó esteket tartunk, az ünnepi könyvhétnek rendezvényeit is kapcsoljuk a borhálóhoz és a borfogyasztáshoz, illetve közvetlenül a borfesztivál idejére egy interaktív városi borsétát szerveztünk a Szeged Tour Inform irodával közösen. Amikor az is hogy működik majd? Ez úgy működik, hogy 8 szegedi nevezetességet kell meglátogatniuk a jelentkezőknek, akik egy útlevelet kiváltanak nálunk, vagy a Szeged Tour Inform irodába, el kell sétálniuk a szegedi nevezetességhez, meg kell ismerniük a nevezetességet, és egy kérdésre választ kell adniuk. Ez lesz a kód. Az és a jutalom egy pohár bor? A jutalom egy pohár bor, illetve a következő úti kalauz, és így sétálhatnak állomásról állomásra. Természetesen az útvonal érinteni fogja 4 állomás erejéig a Szegedi Borfesztivált, és az ott kiállító borászokat is. Egy-egy borásznak, vagy két borásznak, akik egyaránt jó minőségű bort adnak, bort készítenek, melyiknek könnyebb eladni a bort? Aki tud mellé sztorit is tenni, aki tud mellé valami kulturális töltetet is adni, annak könnyebb? Szerintem alapvető igény kell, hogy legyen az emberek mind nagyobb részében az, hogy a bor kóstolása, borfogyasztása mellett a bor kultúrájáról, kultúrtörténetéről is ismeretekkel rendelkezzenek. Tehát ez egy olyan széles, ugye sok-sok ezer éves történet, hogy kifogyhatatlan. Tehát olyan csodákat lehet mellé tenni egy korty bor mellé, akár a művészetek bármelyik ágából szinte, ami nem nélkül. Tehát, hogy nem nélkülözi a bor, az igényes borfogyasztó szerintem nagyon nyitott a bor kultúrájára is. És ez hozza majd magával a kultúrát, borfogyasztást, hogy ne csak ivás legyen, hanem egy jó baráti beszélgetés közben egy jó kóstolás. Visszatérve a kérdésre a borfesztiválhoz, hogy én nekem voltak ezzel vitáim barátaimmal, mert hogy 11 óra este, vagy éjfél környékén már ott jókedvűek az emberek. Hál' Istennek jókedvűek az emberek, ez egy fesztivál. Fogalmilag nekem belefér az a történet, hogy az emberek egy kicsivel több bort fogyasztanak, esetleg kicsit jobban megárt nekik, mint általában ezekben a borfesztiválos napokban, de azt nem szabad, hogy mondjam, elfelejtenünk ezt a több évezredes kultúrát, ami a bor mögött van. A borfesztivál kapcsán a borászoktól, akár a kereskedésben, akár a kurzuson jön-e olyan visszajelzés, hogy na most itt rákaptak erre vagy arra a boromra, és azóta többet rendelnek belőle, vagy itt ismerték meg. Tehát van-e ilyenfajta visszajelzés, lecsapódik ez? Vannak visszajelzések, tehát az újdonságokat meg tudják itt mutatni a borászok, és itt azért szeretnék egy kicsit visszautalni arra, amikor arról beszéltünk, hogy a kunsági borvidéken a friss nedűk kiválóan alkalmas egy borfesztivál arra, hogy egy kunsági borász megmutassa azt, hogy ő nem csak egy reduktív tétel tud, hanem például egy varikhordó sárdonnét is elő tud állítani a kunsági borvidéken, és lehet, hogy egy kereskedésben nem feltétlenül venné le a polcról a fogyasztó, de a fesztivál alkalmával megkóstolja, és igen, utána jönnek és keresik. Van még hova fejlődni?
Hát én ebben, igen, van, pessimista vagyok. Megmondom őszintén, igen. Egy picit igen, tehát valahogy úgy érzem, hogy a nagyon sok minőségi fejlődés ment végbe, ugye a borágazatban, a borok készítésében, a borkultúrában, fogyasztásban. Hétköznapokban visszajött a bor, nem csak a hétvégék és az ünnepnapoknak a velejárója, de a történetet valahogy úgy érzem, hogy egy szinten, mintha úgy megállt volna. Tehát minden további lépcsőfok meglépése ebben a nagyon jó barátságban, amit az ember és a bor egymással kialakít, abban az embernek nagy szerepe van. Ha van igény, akkor megy tovább. Ha nincs, akkor marad a egy-két szőlőfajtánál, egy-két borvidéknél, de nem válik kalandá számára a borra való kapcsolat. Anyagi kérdés is ez? Hát én azt gondolom, hogy lehetséges, hogy anyagi kérdés. Ugye emlegetnek itt a világban mindig 100 pontos borokat, meg megfizetetlen borokat. Én ennek nem látom értelmét. Egy kövidénk a számomra pont úgy tilleni 100 pontos bor. Tehát én értelemben egy boldog borfogyasztó vagyok, mert én már ittam sok 100 pontos bort, amire én 100 pontot adtam. Tehát egy kövidénk a kerül 800 forintba, de meg lehet venni több ezer euróra is egy palasz bort, aki meg tudja venni. A minőségi különbségek nem akkorák nyilván, hogy árban megmutatkozik. Ez az emberi hozzáállás. Tehát, hogy mit hajlandó megfizetni. A fogyasztó vadásza-e azt a borászt, akit még nem ismernek, de már feltörekvő és már még olcsóbban adja a borát, feltörekvő és már jó minőséget képes előállítani. Egyértelműen keresik ezeket a borászokat, pincészeteket, és ugye mi a borhálóban arról vagyunk híresek, hogy kvázi ismeretlen borászoknak is teret adunk, és belistázzuk a tételeiket, megvásárolhatók. És visszatérve egy kicsit Attilának a mondatához, hogy én optimista vagyok, mert én azt gondolom, hogy azzal, ha feszegetjük a fogyasztók határait, és alternatívákat adunk nekik programokra, rendezvényekre, akkor azért idővel nyitottak lesznek, és megtalálják azt az utat, hogy hogyan kalandozzanak a borkultúra világába, és hát nehezen, de irányíthatóak, és nem pénzkérdése. És igenis vannak olyan alternatívák, hogy nem kell 5000 forintot vagy 10000 forintot fizetni egy jó bor elfogyasztásáért, és úgy is tudnak újat a fogyasztók. Örülök, hogy az optimista verzióval zártuk a beszélgetést. Semmi baj. Köszönjük szépen, itt a Borfesztivál előtt örömmel beszélgettünk a bor és a kultúra viszonyáról. Beruházási boom jellemzi ezekben az években a magyar mezőgazdaságot. Az Erste Bank meghatározó szerepet játszik a hazai agrárvállalkozások finanszírozásában. Tavaly 348 milliárd forint hitelt helyeztek ki a mezőgazdaság szereplői között. Az idén ez az összeg akár a 400 milliárd forintot is elérheti. A kedvező kamatkörnyezetnek és a vidékfejlesztési programoknak köszönhetően a mezőgazdaság szereplőinek hiteligénye folyamatosan növekszik. Az Erste Bank felkészülten várja a jelenlegi és leendő ügyfeleit, hogy a különböző támogatási és finanszírozási formákkal segítsék a hazai agrárvállalkozók és agrárvállalkozások elképzeléseinek megvalósítását. Az idei év ismét a növekedésével a mezőgazdaságban. Az Erste Bank úgy látja, hogy az elmúlt évek beruházásai ebben éppen úgy szerepet játszanak, mint az, hogy 2019-ben az állati termékek piaci árai magasak lesznek, és a termékek ára sem csökken olyan mértékben, ami veszélyeztetné a növekedést. Megint egy sikeres évet zártunk 2018-ban az agrárpiacon, azért meghatározó agrárfinanszírozó, és a megkülönböztethetőségünket az adja, hogy igyekszünk olyan hozzáadott értékeket teremteni az ügyfeleink számára, amely nem merül ki abban, hogy a százalékok, ezred százalékokban versenyzünk a kamatok szintén, hanem saját agrárszakmai kompetenciát alakítottunk ki. Az általam vezetett agrárszakmai műhely az tanácsadói szolgáltatásokat nyúlt az agrárügyfeleknek, ami alatt azt kell érteni, hogy olyan információkkal, elemzésekkel, előrejelzésekkel, stratégiai tanácsokkal látjuk az ügyfeleket, amire tapasztalatunk szerint egy operatív üzemvezetőnek, egy gazdálkodónak nincsen ideje, energiája, viszont a stratégiai partnerét, az Erste Bankot fölhívja, mi megyünk és elmondjuk az ismereteinket és tanácsot adunk arra, hogy hogyan tudja fenntartható módon a mezőgazdasági gazdálkodását folytatni. A bank szakemberei arra is felhívták a figyelmet, hogy a hitelt felvevőknek tekintettel kell lenniük a kamat és az árfolyam kockázatokra, aminek veszélyeit a gazdaság szereplői az elmúlt években megtapasztalhatták.
Az Erste Bank fix kamatozású hitelei lehetőséget adnak arra, hogy a hitelfelvevők kamatkockázat nélkül juthassanak hozzá a kölcsönhöz. Leginkább ezt tapasztaljuk, hogy a beruházásokhoz vagy támogatásokhoz kapcsolódó előfinanszírozás, vagy beruházási hitel, ami leginkább most napi renden van, és sürgető, és nagyon nagy kereslet van rá, de egyébként pedig minden terméktípusból, tehát a forgóeszközhitelekre is nagyon nagy a kereslet. Még egyszer mondom, a mi előrejelzésünk szerint egy jelentős növekedés lesz idén a mezőgazdasági beruházásokban. A kis és középvállalkozások jelentik a magyar gazdaság gerincét. A hazai cégek 90%-a ebbe a körbe sorolható. A kis és középvállalkozások adnak munkát a munkavállalók közel felének, a magyarországi GDP-nek pedig több mint 25%-át állítják elő. Ennek a szektornak a szerepe az elmúlt években dinamikusan növekszik. Az Erste Bank az ő igényeiknek és elvárásaiknak is szeretne a legmagasabb szinten megfelelni. Megkülönböztetett figyelemmel fordulunk a KKV méretű ügyfelek felé. Ez azt jelenti, hogy a 300 millió éves árbevételtől 15 milliárd forint éves árbevételig nálunk dedikált kapcsolattartóval és az esetek többségében egyedi csomagokkal, egyedi számlavezetési csomagokkal és egyedi hitelkonstrukciókkal állunk az ügyfelek rendelkezésére. És miután itt vagyunk a hodmezőgazda állattenyésztési napoknak a helyszínén, én büszkén mondom, hogy ez kifejezetten igaz az agrárügyfeleknek a kezelésére. Az Erste Bankon belül Agrárkompetencia Központ segíti a mezőgazdasági vállalkozók munkáját. A pénzintézetnél agrárpiaci szakemberek adnak tanácsot, hogy ügyfelei gazdálkodása minél hatékonyabb és jövedelmezőbb legyen. A bank felfogása szerint a hitelezési folyamat egyik erőssége, ha a hitelintézet érti és átlátja a mezőgazdasági termelés specialitásait. A hitelpiaci növekedés, ugye átlagban azt mondjuk, hogy a tavalyi évben olyan 12-13% volt a hitelpiacon, versenytársak összességét tekintve. Mi ezzel szemben 23%-os hitelpiaci bővülést, portfólió bővülést tudhatunk magunkénak. Hogyha az első negyedévet hasonlítjuk a tavalyi év első negyedévéhez, akkor ez a trend, ez dinamikusan tovább nőtt, és folytatódott, gyakorlatilag 27%-kal nőtt a hitelportfóliónk, és ugyanilyen dinamikával nő szerencsére a számlavezetett és a hitelezett ügyfeleinknek a száma is. Az Erste Bank tovább növelte hatékonyságát az idén. Az elmúlt negyed évben a pénzintézet működési bevételei több mint 9, míg adózás előtti eredménye közel 15%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A bank a hitelkihelyezésben is átlag fölött teljesít, a lakossági területen az új hitelek értéke 15%-kal nőtt éves összevetésben, míg a vállalati hitelállomány több mint negyedével bővült egy év alatt. Kedves nézőink, Önök a Szeged TV Fókuszban című műsorát látták. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!